Mindegy, hogy milyen sportról beszélünk, az utánpótlás képzés és a fiatalok bevonása mindig egy kiemelten fontos feladat. Ennek apropóján a Magyar Jégkorong Szövetség képviselői immáron 3 éve járják az országot a Gyere Hokizni névre keresztelt programjukkal, amely az ország szinte minden pontján megfordult, illetve megfordul majd. A dunaújvárosi fiatalok a Vasvári iskolában találkozhattak két kiváló sportemberrel, Gottliebet Zóra egykori, valamint Orbán Attila jelenlegi válogatott jégkorongozókkal, illetve kabalákkal is, név szerint csúszkával és bullival. A kezdeményezésről az esemény moderátorával, Popovics Palettel beszélgettünk. 3 éve kezdődött el ez a programsorozat, ugye hát egészen ugye alaphelyszíneken jártunk, de többnyire próbáltuk azokat az iskolákat megkeresni, illetve városokat, ahol a jégkorong még nem annyira népszerű, mint például ugye itt Dunaújvárosban, és szerettük volna, hogy a gyerekek megismerhessék ezt az izgalmas sportágat, hiszen ugye azért ez egy összetett sportág, és nagyon sok készséget és egyébet lehet ugye fejleszteni ezzel, és igazából az elmúlt 3 évben, hát szerintem évente körülbelül egy ilyen 30 iskolában szoktunk eljutni, tehát hogy akkor ha 3-at nézünk, akkor közel 100 iskolában voltunk már, és hát általában nagyon nagy a népszerűsége, főként csúszkának, ugye a kabala állatnak. A fiatalokat tehát a kedves kabala figurák mellett ajándékok sokasága is várta. A legfőbb cél az, hogy minél több kisgyermek ismerje meg a jégkorongozást, és lehetőség szerint minél többen vágjanak majd bele a sportágba. Ebben persze a szülőkre is számít a szövetség. A gyerekeknek ugye az ajándék szó hallatán rögtön ugye kinyílik a fülük szemük, akkor rögtön úgy felcsillan mindig általában az összes szempár, és hát igazából a kettő, amivel őket meg tudjuk fogni, az egyik az ugye, hogy az ajándék, mindenki ugye kap valamilyen pici ajándékot, amit választ ugye ezek általában ugye ilyen Gyere Hokizni kampánysorozat részeiből, illetve ugye a Magyar Jégkorong Szövetség által készített ajándékok, és ugye ez, ami őket általában megragadja, ugye erre emlékeznek a legjobb. Jobban. Viszont, hogyha ugye hazaviszik és a szülőnek elmesélik, hogy egy jó programon vettek részt, nagyjából elmondják, hogy mi történt itt velük, akkor igazából onnantól kezdve talán mondhatni, hogy a szülőn is nagyon sok múlik, hogy eljutnak-e adokig az első lépésekig, hogy elmennek a jégpályára és kipróbálják ezt a sportot. A gyerekek az ajándékok mellett autogramot és hasznos tanácsokat, érdekes tapasztalatokat is kaptak az eseményen résztvevő profi sportolóktól. Gottliebet Zóra egykori válogatott játékos, ma már játékvezetőként tevékenykedik, mellette pedig Orbán Attila válogatott játékos, egykori vasvári diák népszerűsítette a programot. Amiben tudok segítek, azt tudni kell, hogy én is itt kezdtem a pályafutásomat, a lehető legjobb helyen, hisz ez egy sportiskola. Úgy gondolom, hogy maga a jégkorong az egyik legtechnikásabb, leggyorsabb, legizgalmasabb sportág. Ezért mindenképp ajánlom gyermekeknek minél korábban azt, hogy megismerhessék ezt a sportágat, és ugye azt is, hogy megtanulják azt, milyen csapatban együtt valamit elérni azokat a dolgokat, célokat, amik idővel majd többé teheti őket. Ahogy az hallható és látható volt, a hangulatra nem lehetett panasz. A szervezők reményei szerint a program elérte a célját, és nagyon sok kisgyermek gazdagodott olyan élményekkel az eseményen, amely nyomán egy napon őket is be lehet majd építeni a rendszerbe.